0-0 lett a PMFC elleni mérkőzés. Hogy érzed, mennyire jogos ez a döntetlen? Hát igazából nyerni szerettünk volna mindenképpen, mert még nem sikerült ebbe a szezonban nyernünk. Ami tavaly az elején, tehát minden bejött, most úgy néz ki, hogy semmi nem akadt be. Az pozitívum szerintem, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccset. Viszont itt a végén ugye eldönthettük volna, ugye nem született gól, de tényleg érezhető volt, hogy mi is mentünk előre, ők is jöttek, nekik is voltak helyzeteik, nekünk is. Hát azt mondom, hogy igazából reális a döntetlen. Játékban szerintem továbbra is ugye próbáljuk játszani a mi rövidpasszos játékunkat, ami úgy, ahogy üzemel, csak hát az eredményesség az sajnos nem akar jönni, mert egy ponttal, hát jó, egy pont is egy pont, de sokkal nem vagyunk beljebb, az a baj. Hogy ez egy icipicike, akár csúnyácska gólocskával aratott győzelemmel ez átfordulhat, hiszen tényleg egy kicsit érezni talán a csapaton, hogy azért eltelt 6 forduló, nincs győzelem, és ez nyomot hagy. Hát persze, egyértelmű, mi is beszélgettünk az öltözőben erről, hogy az első győzelem az átlendítheti a csapatot. Ez valahogy nem akar összejönni. Tényleg múlt héten, ahogy 0-2-ről fel tudtunk állni, az pozitívum volt, és még ott is nyerhettünk volna. Csak az a baj, hogy hétről hétre mondjuk, hogy nyerhettünk volna, és nem akar jönni, de hát minél többet kell dolgozni. Csináljuk is, hát reméljük, hogy most már vasárnap tényleg valahogy be kell húzni egy csúnyáska góllal, hogyha ahogy van. Legutóbbi szezonban a góloddal nyertünk Soroksáron 1-0-ra, gondolom akkor kiegyezni ezzel a végeredménnyel most is. Hát abszolút, tényleg nekünk a legfontosabb, hogy elhozzuk a 3 pontot, mert szerintem nem odavalók vagyunk, ahol most ez a csapat áll.